Szárbusztok, fiúkéslányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban bemutatok nektek egy járáblokkos KTM-et, egy 250-est, mivel rengeteg kérdést hallottam ezzel, vagy írtatok is ezzel kapcsolatban. Megmutatom, mik szoktak lenni az egyik leggyakoribb gondjai, és ezt azért szedjük szét, a hengerfál szelepek el vannak siadva, szelepcseré is lesz, szeleptőkét cserélnek rajta. Úgyhogy le kell vegyem a hengerfát, ki kell vegyem a bütyköst. Na, mint tudjuk, ezeknek a leggyakoribb gondja, nagyon szívós motorok, nem nagyon szokott gond lenni velük, maga a vízpompája. Elég rajta van a bütykösen, ezt megmutatom, mindjárt kiveszem. Van az a szimeringecske, árágja maga a bütykösnek a végét, már az hajtsa maga a vízpalettát, és folyik folytába. Azt is megmutatom, hogy lehet ezeket orvosolni, miket szoktam én is rajta csinálni, akár mást is láttam, hogy csinálják, úgyhogy kapjuk le a bütykös csólas a hengérfát. Kávés csavar fogja gyakorlatilag 4 csavar, 4, 5, 6 a maga a vezérlés fogaskereket is le kell venni róla a izét, úgyhogy könnyen le lehet kapni a hengérfát. Jaj, neki akkor.
van, srácok, levettük a hengerfát, előre megmutatom nektek a maga a bütyköst. Ez a bütykös, ez a vízpompa szimering. Lenne a vízpompa szimering. Látjátok, van két szimeringecske benne, egy jobbról, egy balról. Ezek bele szoktak rágni a maga ide a tengelybe. Láthassátok, ennél is picibe meg van rágva. Ezt orvosolni úgy szokták, vagy ez egy picit lecsiszolódik, és kisebb méretű szimering, vagy leesztergálódik, és egy ilyen, ugyanilyen vastagságú, általában dugattyú csapszegete rápréseljük, és ugye még lehet húzni az életét, ha maga a bütykös része jól néz ki, még lehet orvosolni, úgyhogy ezek nem nagy bajok végül is. Van olyan is, aki feltölteti, és utána lecsiszolódik, viszont ezt nem azért szedtük szét, hanem ezért tudom, mennyire látszik, hogy a szivószelepek ennél, mondjuk betegség ennél a típusnál ez is, el vannak siedve, úgyhogy ezt elküldjük javítatni, mert már nem lehet szelephézagot állítani, maga a himbákhoz hozzáír a tányér, és a biztosíték szekik kinyomja félre azért, úgyhogy már nem engedi szelepet állítani, azért muszáj, nem elég a szelepcsere, szelepfészket is, mikor ennyire megvan süllyedve, az nagy valószínűséggel a szelepfészket is eljárta, és azt is kell javítani. Mikor meg lesz az eszerakásról, a vezérlésről, ilyesmiről csinálok videót arról is. Mit kell tudni, mondtam, hogy rengeteg kérdés volt ezekkel a motrokkal kapcsolatban. Nagyon jó szívós motrok, szerintem a KTM-nek az egyik legszívósabb motra, rengeteget elmentek, úgyhogy volt olajcseréve benne, igénytelen motrok voltak, olajcseréve, szűrőcseréve, rengeteget elmentek, akár mai napig mennek is, még sokan rengetegen motroznak, akár 250-essel, 450-essel, rengetegen motroznak. Az első típusú önindítók voltak rajta, könnyen indultak önindítóról, ha jó volt a beállítás, minden, nem volt baj velük. Remélem éveztétek, mondtam, még lesz egy videó, mikor rakom a vezérműről, ilyesmiről, és szervusztok!